Beszéljünk róla. Beszéljünk róla. Most, hogy zárul az utca, zárul a tér, tengerért álmodok, szabad szárnyom szélben. Szemem végre látja a horizontot, vágyam vitorlát bontott, s a távolba dobom az ócska, vihartékte hajókötele. Talán fekete-fehérben hagyom, ami volt, legyen tűnő, színehagyott papírsárkán. Miért is bánnám, mikor a hegy mögötti kékben ismeretlen csoda rejlik, és csak a zengő, morajló elemek zúdítanak akadályt elén. Félek, fáradok, de mire való a vállamban rejlő konok erő, ha nem arra, hogy elérjem a száraz fűcsomóba éledő százszor széket, ahol összeér mélység és homok. Ott pihenek majd az egyensúlyban. De addig ébredek, amely napig haragszó. Köszöntjük a kedves televízió nézőket a Zelelővő Városi Televízió stábja nevében. Itt vagyunk a Beszéljünk róla stúdiójában, abból a különleges alkalomból, hogy a műsor ötletgazdáját, kitalálóját, rendezőjét, szerkesztőjét ezúttal vendégként köszönhetjük, mégpedig abból az alkalomból, hogy Kövek és virágok címmel legújabb verses kötete a múlt héten jelent meg. Sok szeretettel köszöntelek, Kati! Hát én is köszöntelek innen a túloldalról. Amikor az előbb megkérdezted tőlem, hogy felkészültem-e, azt mondtam, hogy igen, és most rájöttem, hogy lehet, hogy mégsem, mert nagyon furcsa a másik oldalon ülni. Ugye én megszoktam, hogy a kérdező szerepében vagyok. De hát, lássunk neki! Igen, tulajdonképpen ez a Kövek és virágok könyv, ez nem az első köteted. Ugye itt négy könyvről beszélünk, és ebből a négy könyvből három verses könyv, egy pedig gyermekeknek szóló mese, ifjúsági regény, ha mondhatjuk ezt, aminek az a címe, hogy Biheka mesély. Mesélnél egy kicsit erről, hogy ez a Biheka tulajdonképpen ez hogy jött nálad, vagy ez így mit akar? Hát ez a Biheka, ez egy nagyon egyszerű dolog. Tulajdonképpen, amikor az első könyvem megjelent, az első a Álmok, táncok, tövisek címmel, itt puskáztam 2006-ban, akkor olyan hosszúnak tűnt a nevem, de akkor már úgy jelent meg, hogy Bischofné Hezinger Katalin, és akkor gondoltam egyet, hogy ne legyen ez így, választok egy írói úgynevezett álnevet, ami hát tulajdonképpen nem titok meg, nem olyan álnév, hogy el akarom fedni a kilétemet, csak hogy egyszerűbb, és a nevem kezdőbetűjét választottam, hogy Biheka, és akkor innentől fogva maradt, és sokkal egyszerűbb, jobban néz ki a könyvekkel. Igen, meg tulajdonképpen a versekhez így nagyon és tulajdonképpen, amikor az ifjúsági regényemet írtam, akkor ott abban a regényben egy tündér meséli el a történetet, egy bohócnak a történetét, és akkor arra gondoltam, hogy de jó, még akár egy tündérnév is lehetne ez a Biheka, az is volt, és akkor innentől fogva maradt. Hát nem állítom, hogy tündér vagyok, mert vannak olyan szakaszok, amikor nem vagyok az, de azért annyira rossz talán nem vagyok. És kicsit, hogyha visszatérhetünk ahhoz, hogy ha már ennyi könyvből a nagy részét a versek töltik ki, hogy hogy jött neked ez a vers, hogy találtak meg a versek téged, vagy te találtad meg a verseket? Hát erre van egy nagyon aranyos kis sztorim, egészen vissza kell mennem az 5. osztályban, ahol valamilyen téli történetről kellett fogalmazást írni. És hogyan nem tudom, ilyen teljesen véletlenül az első két sora fogalmazásnak rímelt. És akkor ez engem annyira leblokkolt, hogy megpróbáltam rímben folytatni a fogalmazást, de hát ugye nem sikerült, mert ugye se idő nem volt rá, se úgy látszik ilyen agyi kapacitással, hogy ezt tovább folytassam, és hát én megrekedtem ennél a két mondatnál.
És olyan úgy örültem, hogy húha, én itt most valamit létrehoztam, egy gyermeki ésszel, és amikor megkaptuk a fogalmazást, egy hatalmas nagy kettes volt a fogalmazásról ráírva. És én elsírtam magam, hogy de most miért? Hát hiszen rímelt is. Mert is akkor én onnantól eldöntöttem, hogy tehát nem tudatosan, valahogy belülről fakadóan, hogy engem ez nagyon érdekel, nagyon szerettem a verseket. Sok szavaló versenyen vettem részt eredményesen, sikerem volt ebben mindig is, meg magában az egész előadó művészetben, és ez úgy végigkísért. Egész gimis koromig, ahol már írtam dalokat, írtam verseket, volt egy nagy naplóm, ami szinte tele volt ezekkel a kis szövegekkel, szövegkezdeményekkel, apró kis novellákkal, és hát nagy bánatomra ez a gimi negyedik osztályába úgy az év vége fele eltűnt. És soha nem lett meg. És azok a dolgok elvesztek. És akkor én sokáig úgy magamba sírattam, hogy de hát mennyi minden volt. Próbáltam felidézni, de nem igazán tudtam. Hát azt szó szerint ugyanúgy. De valahogy megmaradt. Aztán úgy kimaradt egy hosszú szakasz. És akkor idejöttem a művelődési központba 21 éve. Tehát ez szeptember 15-én. Ezt még kimondani is sok ezt az időt. És itt megtaláltam azt a közeget, ahol közel kerülök a kultúrához, magához, az íráshoz, az előadó művészethez, meg minden olyan dolgokhoz, ami a kultúrával kapcsolatos, és sokkal több idő maradt. Tehát egy hosszú szakasz után, akkor úgy gondoltam, hogy na most akkor essünk neki. Igen. Azért ezt mondjuk el, kedves televízió nézőknek, mert biztos, hogy zelelőből mindenki ismeri Katit, hogy mennyi mindennel foglalkozik. Tehát amikor készítettem ezeket a kis jegyzeteket, úgy nem is tudtam, persze most így a könyv kapcsán költőként van jelen, de hogy ugye kultúra közvetítő, népművelő, a városi programoknak a zömét Kati hozza ide Zalalövőre, akkor irodalmi szalont vezet, pódiumbeszélgetéseket, zenés esteket, tehát emellett még fest. Igen, ez az új kedvenc a festés. Ékszereket készít, családanya, unokái vannak, tehát hogy fér ennyi minden bele az időbe, Kati? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy fér bele. Én mindig azt mondom, hogy ha az embernek vannak ilyen irányú gondolatai, vágyai, akkor olyan hosszú az az éjszaka. És ezek mindig ott furdalnak belülről, hogy valahol meg fog mutatkozni, ki fog ütközni. Én úgy gondolom, hogy ha én kaptam egy ilyen lehetőséget, én erre mindig azt mondom, hogy fentről. Mert persze én is hozzáteszem, amit hozzá kell, de ez olyan furcsán hangzik, meg lehet, hogy mindenki nem is fogadja el, hogy úgy érzem, hogy van egy olyan összeköttetésem az égiekkel, hogy csúgnak nekem, hogy mire kell odafigyelnem, és mi az, amit közvetítek az emberek felé. És ilyenkor fordul elő, amikor éjszaka sokáig dolgozom, mert ilyenkor nem jön álom a szememre, mert ki akarom írni azt, amit ki kell. És nem is tudom nagyon, hogy ez most hogy születik. Egyszerűen jönnek a gondolatok, és írom, mint a föntről kapnám. Egy ilyen buborékba vagyok. Én szeretem úgy hívni, hogy van egy kék buborék, amiben vagyok, és írom. Ami engem nagyon inspirál közben, az, hogy nagyon szeretem a jazz és a blues zenét. És akkor ilyen instrumentál zenét bekapcsolok halkan, és akkor ahogy megy a dallam, tehát folynak a szövegek. És olyan érdekes, hogy soha nem emlékszem rá tisztán, hogy mit írtam le, és akkor másnap jön a meglepi, a gyerekem nincs rá időm sokszor, de úgy délután hazaérek, vagy este fele, és akkor elolvasom, hogy mit írtam. Előtte éjszaka, és akkor jé, tényleg, ja persze, ezt is. Tehát olyan, mintha ilyen teljesen új dolgokat találnék a papíron. Tehát nem annyira tudatos. Ösztönösen jönnek ezek a gondolatok. Igen, ez lehetett volna akár egy következő
ilyen téma, hogy ez az írás, hogy ugye a sok olvasás, vagy a versek közelsége, az így hozza-e magával azt, hogy valaki előbb-utóbb így írni is fog, ugye? Ugye? És hogy ez az írás folyamat, ez így hogy működik? Mert ugye nem mindenkinél egyformán, hogy van esetleg, hogy tollal, vagy számítógéppel könnyebb, hogy van egy kis kuckó a holdát, akkor most így mondtad, hogy nálad ez... Hát, ez nagyon vegyes. Mert vannak olyan pillanatok, amikor annyira gyorsan jönnek nagyon jó szavak egymás után, tehát olyan versorok, és akkor volt, amikor rohantam haza, hogy el ne felejtsem. Ez teljesen vicces volt, tehát tényleg a parton lakom, és mint az őrült szaladtam haza, és ledobtam az összes cuccamat, mindent, és azonnal le kellett írnom, és akkor ezt a két sort ott hagytam. Mert ezt tudom, hogy akkor ott kell hagyni, mert a legközelebb ránézek, és akkor jön a folytatása, a következik. Nem szeretek úgy írni, hogy kiválasztom a témát előre. Tehát ritka az, amikor így írok. Általában megtalál a téma, mert nagyon szeretem a filmeket. És vagy látok egy olyan mozzanatot a filmben, egy olyan párbeszéd, vagy meglátok egy olyan festményt, hogy elindul az agyamba egy folyamat, és ha nem is aznap, de pár napon belül, egy héten belül az, akkor vagy egy festményen, vagy egy versben megmutatkozik. És én mindig azt mondom, hogy igaziból semmi más dolgom nincs, mint egymás mögé tenni a szavakat. Igen, ez nagyon érdekes. Mondjuk ebben a verseskönyvben is volt egy olyan vers, amit a megnyitón említettél, hogy megláttál egy utcazenészt. Például ez is érdekes, hogy érnek olyan élmények, amit így elhatározott, hogy na, ezt mindenféleképpen szeretnéd így megtartani. Ez nagyon érdekes volt, és olyan szinten hatott rám, hogy ezt nem azonnal írtam le, hetekig foglalkoztatott ez a kép, mert előtte milyen képként maradt meg, ahogy egy Ausztráliából származó emberke, fekete, váligérő göndörhajjal, fekete kalappal, a megélt évei ráncaival, ott áll előttem egy szár gitárral, és ami nekem döbbenetes volt, egy ekkora kis kütyű, nem tudom, hogy hívjam, volt előtte, tökéletes hangosítással, a lábához rögzített csörgővel, dobbal is, nem tudom, tehát egy csomó hangszer volt rajta, harmonikától kezdve, tényleg sok minden, és olyan varázsa volt, és azok a fekete, ilyen tüzes gomb szemei, amivel az emberekre nézett, hogy magába hordozta, amit írtam is, hogy a hajában Kanada fenyvese, ugye, hogy az a fekete kalap olyan, mint hogyha az ő háza lett volna, egy utcazenésznek a háza. Hogy az alatt él tulajdonképpen, érdekes. És vándorol a világban. Érdekes dolgok ezek. És az, hogy... Kövek és virágok, a mostani kötetnek a címe. Tehát ez annyira egyértelmű volt, ez a kötet cím, ez tulajdonképpen már majdnem mondhatom azt, hogy hát az előző verses kötet, a Bíbor Fekete Blues után azonnal megjelent előttem. És hogy miért? Én úgy gondolom, hogy köveknek neveztem azokat a folyamatokat, azokat a kicsit keményebb, rosszabb, idézőjelben rosszabb dolgokat, amik az ember életében megfordulnak. Tehát ez most vannak olyan versek, ami az embernek egy-egy bánatáról, egy-egy társadalmi folyamatról szól, ami nem jó. Vagy például itt volt a Covid, amiről többször is írtam, hogy mi van ilyenkor, bújjunk a föld alá, hogy tudjuk megmenteni magunkat, vagy milyen viszonyunk van a földdel, hogy maradjon a föld olyan, amilyen. És ezek úgy gondolom azért elég kemény dolgok, vagy olyan emberi kapcsolatok, amik nem jók, amik lehetnének jobbak, és ezek a kövek, amik ránehezednek az emberre, és súlyként nyomják az ember szívét, lelkét. De mellette párhuzamban ott vannak a virág. Ott vannak azok az emberek, akiket nagyon szeretek, ott vannak azok a gondolatok, a természet szépsége, a zene szépsége, a festményeké. Maga azt mondom, hogy
nagyon sokat dolgoztam egy ilyen kis kerti kiülőn, amit olyannak varázsoltam, amit én szeretnék, az az én kis birodalmam. És virágokat ültettem, tehát a virágokhoz ugye az is oda tartozik, annak a szépsége. Vagy például azt mondom, hogy milyen gyönyörű a hold, imádom a holdat. Igen, holdam tengerem, van egy ilyen fejezet is, hogy milyen szép a teli hold, és olyan jó, amikor más is észreveszi, például a Áron kisunokám, aki 2,5 éves, és pont tegnap este is kimutatott az ablakon, hogy mama, táli hold. Aranyosan. Tehát ő is észrevette már a teli holdat. Tehát akkor szerinted azért is lehet könnyebbség versek között élni, mert hogy ez a sokféle érzés meg történet, ami körülveszi az embert, hogy vannak megoldások rá, és akkor... Megoldások, akár... igen, kiírom magamból. Igen. Mondhatni így is, hogy kiírom, ebbe szerencsés vagyok. Nekem van egy olyan kitalált szokásom, hogy 3 napot adok egy problémának. Valami történik velem, valaki úgy szól, vagy olyan hatás ér, és akkor úgy az ember úgy hajlamos arra, hogy görcsbe rándul a gyomra. Na most, akkor én azt csinálom, hogy jó, hát ez a hatás, megpróbálom elemezgetni, megpróbálom megbeszélni lehetőség szerint, hogy az ember minél előbb megszabaduljon ettől a rossz ingertől, ettől a rossz dologtól, és ha második nap is még foglalkoztat, de már annyira nem erős, tehát nem ezzel a feszültséggel, gyomorgörcsel jön, akkor azt mondom, hogy jó, hát ez most így alakult, aztán majd lépjünk tovább, 3. napra eltűnik. Tehát akkor már ilyen homályban marad a dolog, nem mondom, hogy teljesen elfelejtem, de homályban marad. De ha 3. nap is ugyanúgy foglalkoztat, akkor ott sokkal nagyobb probléma van, akkor viszont keresem a megoldást, tudatosan keresem, akkor oda megyek, vagy elrendezek valamit, tehát amit kell tenni az ügy érdekében. Mondjuk akkor te egy szerencsés vagy, hogy ennyi talentummal rendelkezel, hogy lehetőséged van a szavakkal, lehetőséged van a színekkel. Igen. Én szeretem a meggyőzés technikáját a kommunikációban. Nem mondom meg, hát azt nem is mondhatom, hogy mindig igazam van, de hogyha valaki szembeáll velem és elmondja az okos érveit, én akkor tudok bocsánatot kérni, és ez nagyon fontos, hogy tudjunk bocsánatot kérni. Visszatérhetünk egy picit a könyvhöz, hogy szeretnéd, hogy fontos volt van valami ív ebben a könyvben, ami a szerkesztést, hogy mondjuk a témaválasztás, vagy a fejezetek hogyan épülnek egymásra, vagy ez teljesen rábíztad a kiadódra? Én egybe szerkesztve küldtem már el a könyvet, tehát tulajdonképpen én a mostani formájában megszerkesztettem. A kiadó nekem azért szükséges, hogy valaki egy külső szemmel olvassa el, ha talál esetleg egy-egy olyan szót, ami nem igazán jó oda, mert külső szem jobban észreveszi, akkor nekem jelzi, hogy hát ide lehet, hogy más jelzőt tettem volna, és akkor én ezt mérlegelem, igaza van, nincs igaza, elfogadom, nem fogadom, tehát ez egy ilyen játék. Itt ennek a kötetnek az íve, amit az előbb kérdeztél, hát ez megint olyan egyszerű folyamat volt nálam, mert nagyon rövid idő alatt születtek meg ezek a versek, és tulajdonképpen ahogy megszülettek, szinte sorba jöttek egymás után, és csak néhányat tologattam ide-oda a 4 fejezetben. Ugye 4 fejezet van a könyvben. Igen, esetleg ezt így el is mondhatjuk, hogy vannak a kövek és virágok, a holdam tengerem, merülés, színpárna szimfónia és egy utolsó. Ez a négy. Esetleg ezek között vannak olyan motivumok, ami úgy visszatér az életedbe, mondjuk ez a tenger, amiről a megnyitón is beszéltél, hogy... Én a megnyitón mondtam is, hogy hát, hogyha létezik olyan, hogy valaki szerelmes a tengerbe, akkor én jelentkezem, hogy én az. Tehát olyan szinten hat rám, én amikor először megláttam a tengert, több éven keresztül szerencsém volt, és Vír-szigeten nyaralhattam Horvátországban.
amikor először megálltam, én a kocsiba sírva fakadtam, olyan hatással jött, és én nem tudtam megmondani, hogy mi a bajom, csak egyszerűen olyan elementális erővel tölt rá, az a kékség, az a gyönyörűség, ami szembe jött, amikor a hegy mögül egyszer csak kibukkant a tenger, vagy felbukkant a tenger. Fú, hát az egy nagy élmény volt, és nekem csak egy kérésem volt mindig a nyaralásokon, hogy a hajnalok és az éjszakáknak egy része az az enyém, csak az enyém egyedül, kinn a parton, vagy a teraszon, ami 20 méterre volt a háztól, tehát ez is egy olyan szerencsés, hogy nem kilométereket kellett levenni a vízpartig. Úgyhogy nagyon szerencsés helyen voltam, és hát nekem az maga a csoda, amikor hajnalban az ember ül a parton, és jön egy csónak, halászcsónak, és az a halászember épp nagyon dolgozik, behetetett ott a vízen, szórt bele, nem tudom miket, ugye nem látta, és volt egy hatalmas nagy fekete kutyája, és elaludt a kutya. Vagy én nem tudom, hogy hol volt. Az a lényeg, hogy az öreg kievezett a tengerre. A kutya meg lélekszakadva 5 perc múlva rohant a parton. És az öreg halász, mint a mesében, megállt, és a kutya beúszott, megfogta a grabancát, és beemelte a csónakba. És így sokáig néztem őket, és képzeld el, hogy egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy az öreg így megfeszül, és nagyon néz valamit a vízen, és azonnal bedobott valami ilyen halászerszámot, nem tudom, és kikapott egy hatalmas polipot. És ott volt a távcső mellettem, és néztem, és ő látta, hogy őt figyelem, és amikor megvolt minden, akkor visszaintett nekem. És ez egy annyira nagy élmény volt, olyan jól esett, vagy éjszaka szembe ülni a tengerrel, és annak a hatalmas nagy sötétségével és erejével, amikor valahonnan a kis fényeket, villódzó fényeket a tornyokból látod, és hallod a zúgást, és hogy micsoda erő van veled szemben. Mm. Valakinek ez félelmetes, nekem meg maga a csoda. Mm. Érdekes dolgok ezzel. Elnézést, egy kicsit puskáznom kell, hogy a könyv készítéséhez visszatérve, ugye láthatjuk, hogy az összes könyved ennél a kiadónál készült. Igen. Hogy őt hogy találtad meg? Egy kivételével, igen. Igen. Tehát, hogy ő akkor így jött az életedbe, vagy miért pont vele dolgozol, vagy van-e ennek valami különleges története? Vagy nincs olyan nagyon különleges története tulajdonképpen. Egy-egy rendezvény kapcsán találkoztunk. Igen, Cupi Gyulával, a nagykanizsai Cupi kiadónak a tulajdonosával, és elküldtem neki a Biheka meséjét, ugye az ifjúsági regényt, és nagyon tetszett neki, és hát akkor vállalta a kiadást, úgyhogy utána meg már olyan automatikus lett, hogy oda fordultam. Nagyon jó vele dolgozni, mert nem olyan szándékkal segít, hogy megmondja, hogy mit írja. Tulajdonképpen készen kapja az anyagot, hanem olyan dolgokra hívja fel a figyelmet, ahol ő elakad, akkor ott lehet, hogy egy kis probléma van, és akkor nekem azt jelzi. És ez jó, tehát hogy nem megváltoztatni akar engem, hanem elkísér azon az úton tulajdonképpen, ami haladok. Igen. És maga a formátum fontos így egy könyvnél. Én ezt így szerettem volna, nálam is itt a kezembe, hogy olyan jó kézbe fogható, hogy fényes, fóliázott, jó megfogni ezt a könyvet. És hát maga az, hogy kipróbálhattam ennél a könyvnél egy új technikát a festésnél, mert üvegfestéssel készültek az illusztrációk. A Bíbor Fekete Blúznál például az előző kötetnél ott akvareleket használtam, most üvegfestményeket, de általában akrillal festek. És én úgy gondoltam, hogy ezekhez a
Hát, törékeny dolgokhoz. Tulajdonképpen a kő is törékeny. Hm. Attól függ, milyen eszközt használunk, a virág is törékeny. Hogy ez az üvegfestmény, üvegtechnika, ez valahogy jó lesz hozzá. Jobban passzol. Mm. Igen. És nem is egy, tehát nem is csak arról van szó, hogy fejezet címeknél találunk, hanem elég sok verset is illusztrálnak, akkor így összepasszolnak. Igen, azt is illusztrálnak a címlappal együtt, összesen 9 üvegfestmény szerepel a könyvben. Ezt is kipróbáltam. Igen. És mennyire, tehát maga a könyv tervezésben, azt így rábíztad a kiadóra, nem, vagy azt is egyébként csináltad? Persze. Az az igazság, hogy ez annyira vicces, abban a pillanatban, hogy az első vers bekerül egy ilyen anyagba, akkor én előttem már ott van az egész könyv. Látod, már látom, milyen a könyv, és én már eleve úgy kezdem szerkeszteni, hogy az úgy jó legyen. Tehát... Igazából akkor ez... Felépítem tudatosan, igen, már az elején. Látod, tehát én nagyon keveset változtatok, mert egyből annyira határozott az elképzelésem, amit szeretnék megmutatni, hogy az úgy van és kész, és ragaszkodom hozzá. Igen. És tulajdonképpen ez a könyv, ugye az elmúlt időszak, ez a Covid időszak volt, hogy beszéljünk egy kicsit erről, hogy ez így segített, hogy... Ugye azért így a munka, meg a otthon is ez a bezártság, ez rányomta valahol, vagy ez teljesen... Hát nekem pont ellenkezőleg. Nagyon rossz időszak volt ez a Covid időszak. Itt a művelődési központban is sok mindent kitaláltunk, hogy lehet az interneten keresztül elérni az embereket, hogy lehet kapcsolatban maradni velük. Na, de... Ugye, mivel nem lehetett sehova sem menni, nekem a színház az életem. Tehát én nagyon szeretek színházba járni, és most nem utazhattam, nem mehettem el sehova. Kimaradtak nagyon sok dolgok, kevesebbet találkozhatunk barátokkal, automatikusan maradt az otthonlét. Természetesen annál a családon kívül. És nekem a legtermékenyebb időszakom volt ez. Hát durván 2-3 hónap alatt született meg ez a kötet. Tehát volt olyan nap, hogy 2 vers is egymás után, és még számomra is olyan ijesztő volt, most ez viccesen van, hogy fölnéztem oda, és azt mondom, mi van? Tehát szólítani fognak föntről, és hogy akkor még gyorsan fejez be, ami mondani valót van, ez azért van, vagy hát ezt adta a sors. Hát hála Istennek, még ezt adta a sort, hogy ezt megírhattam. Tehát akkor nem arról volt szó, hogy most hú, de jó, van egy kis idő, az, hogy így összeszedni, hanem hogy még meg is írni. Én nagyon szerettem ezt az időszakot. Tudom, hogy akinek szörnyékei maradtak ebből, hát meg még lehetnek is sajnos, ahogy áll a dolog. Ő biztos, hogy azt mondja, hogy ez a nő nem normális, de jelentem az vagyok, csak kihasználtam minden percet. Persze. És nem azért, nem annyira tudatosan, hanem úgy ösztönösen, hogy olyan jó volt leülni, és akkor leültem mondjuk este 8 órakor, és akkor úristen, 1 óra van. De nem voltam álmos, és nem zavart. Tehát remélem, a munkám se nyomta rám bélyegét. És az, hogy végül is maga a megszületés ennek a könyvnek, ez ugye októberben, múlt héten volt a bemutatója. Sokan egy könyvet ugye így próbálnak időzíteni valamihez kapcsolva, hogy most ez így fontos, vagy így ez most így jött. Abszolút nem volt ez így fontos. Én úgy gondoltam, hogy hát az őszi könyvhét keretében mutattam be, de tehát nem volt cél az, hogy most erre legyen készen. Igen. Én úgy gondolom, hogy amikor készen van egy könyv, és van rá lehetőség, akkor azzal menni kell, mutatni kell, mert az emberben még nagyon frissen bent vannak azok az élmények, amiket akkor megért. És hát én örülök neki, hogy közben elkészültek azok a dalok is, vele párhuzamosan, amik megszólaltak, az a 4 dal. Most már ez így szokás nálam a verseknél, hogy megzenésítem a verseket Andris fiammal együtt, és akkor van olyan vers, amit már úgy írok le, hogy dallammal együtt, már jön a dallam, de a dallamot soha nem írom le.
tőle. De ez is olyan érdekes, nem hogy... Nem kopázok, semmit, nincs meg sehol. Az itt van, meg esetleg egy felvételem van, és tehát most nem azt mondom, hogy én elengedem ezeket a dolgokat, hanem valahol ott és akkor hatnak. Uh-huh. És lehet, hogy azt mondom, hogy 20 év múlva, 30 év múlva, kit érdekel? Jönnek helyettem újak, jönnek helyettem mások, jönnek helyettem neked sokkal jobb, értékesebb dolgok, és nem mindent versbe, ahogy megírtam, nem viheted magaddal. Tudom, hogy fontos, hogy mit hagyok magam után, de most azon a szinten vagyok, hogy kit érdekel? Tehát el kell engedni ezeket a dolgokat, nem lehet értem, hogy kapaszkod. Egyébként, amikor a bemutató anyagával készültem, hogy az is nagyon érdekes, azt is el kell mondani a televízió nézőknek, de majd mutatunk bejátszást, hogy nagyon érdekes, tehát nem a szokványos könyvbemutatóról beszélünk, hanem egy komplett irodalmi estet kaptunk, ha lehet ezt mondani, tehát megzenésített versek a pódiumműsorral, amit Katia fiával adott elő, illetve részt vett a kiadóvezetője, és egy kedves ismerős is, esetleg hozzá is visszatérhetünk, hogy... Ő dr. Csidás Sándor. Igen, hogy a Szombathelyi Szavária Egyetemi Központ főiskolai docense. Ővel nagyon régóta kapcsolatban vagyok, ő tanított engem. Ő volt az első, akinek elküldtem a verseimet, mert... valahogy az órákon ez így kiderült, hogy írok, és ő is ír verseket, neki is jelentek meg kötetei. Amit illusztrált. Gyerek versei, amiket illusztráltam, igen. És egy olyan kapcsolat alakult ki köztünk, egyikünk kíséri a másikat, és segítünk a másik munkájában, amennyit csak tudunk. Úgy inspirálóan hat, hogy van valaki, aki jön mellettem azon az úton, ugyanúgy, ahogy a kiadó, akivel tudok úgy beszélgetni, hogy nem csak a szépeket mondják meg, hanem az igazat. Igen. Igen. És pont ezen az estén résztveve jutott eszembe az, hogy tehát annyira el tudlak képzelni, hogy ezzel a műsorral így, tehát hogy nem csak így magában hogy készen van egy könyv, amit hazavihetünk, otthon többször levesszük a polcról, hanem egy plusz élménnyel, akár így nagyobb közönségnek megismertetni a verseidet. Uh-huh. Tehát, hogy annyira más az, amikor ezzel az énekléssel, előadással. Tehát ez nagyon jó, hogy megcsináltam. Ezt a Bibor Fekete Blúzzal is már így csináltam, hogy úgy gondoltam, hogy egy ilyen komplett műsor menni, tehát nem csak azt, hogy felolvasok három verset, és valaki ajánlja, és mond belőle pár okos sort, meg gondolatot, hanem úgy gondolom, hogy a közönség az, hogy igaziból belelásson abba, ami bennem van, azt a folyamat, amiből ez megszületett, az ilyenkor mindig egy ilyen kis bepillantást kap a dalokkal, maga az, hogy a szerző olvassa fel a verseit. Nem mindenki szereti a saját verseit felolvasni. Én úgy gondolom, hogy leghitelesebben a saját gondolataimat, azt mégiscsak én tudom visszaadni. Tehát úgy lesz hiteles. De van, aki másképp gondolja, és ezzel nincsen semmi baj. Hát attól függ, hogy ki hogy tud előadni. Tehát azért ez ugye fontos. És ezzel a kötetemmel is megyek majd több helyre. Az ezelőttivel is több helyen, Lendvárra is sikerült elmenni, megmutatni, és hát amerre jártam, sikere volt, és én úgy láttam, vagy úgy veszem észre, hogy amikor a versek mellett van egy kis zene is, akkor annak számára, részére is emészthetőbbé válik egy ilyen program, aki mondjuk annyira nem szereti a verseket, mert a vers az egy tömény beszéd. És nem mindenki tudja megfejteni, mert ha az ő életében nem úgy mennek a dolgok, nem azok a gondolatok foglalkoztatják, akkor kutatni kell. De én meg azt mondom, hogy ha valaki olvas verset, kutasson. Keresse meg benne azt, ami az ő életében is benne van, és akkor jönnek ezek a aha,
ugye ingerek, hogy akkor igen, neki is volt tapasztalata némely dologgal. Azért ez nagyon kötött műfaj, mint a hát szavaknak megvan a... Kötött. Igen. Kötött. De ha valaki megtanul versül beszélni. Versül élni. Versül élni. Igen, akkor és ezt tehát nem tanultam. Tehát ez én úgy mondom ösztönösen, vagy jön, vagy nem. De meg lehet tanulni. Igen. Lehet tanulni az írás. Hát ez inkább talentum, talán nem. Hogy... Hát nálam ez eléggé ösztönös. Én mondjuk elég ösztönös ember vagyok, amit próbálok azért úgy kordában tartani néhány esetben, mert nem mindig jó, hogy nagyon ösztönös vagyok. Régen hangosan voltam ösztönös, most már ugye elcsendesedem, és akkor vagyok hangosan ösztönös, ha nagyon muszáj. És az, hogy a fiaddal van ez az előadói est, ez segítség neked, vagy ez hogyne, így, nagyon. Nem? Na hát ez kész vicces, amikor mi próbálunk, mert amikor mondom Andisnak, hogy Andis van, hát 4 vers, azt mondja, jaj, anya már megint mit csináltál, de ez ilyen vicces. És akkor jön, elmesélek egy ilyen kis történetet, esküszöm, nem vagyok alkoholista, nem is szerettem az alkoholt nagyon, tehát csak alkalmakor, de voltak olyan próbáink, hogy gyere Andis próbálni, és az Istennek nem ment. És valahogy én csak dúdoltam, és akkor úgy jön, hogy hát, ha esetleg lekottáznánk, akkor lehet, hogy mégis csak egyszer, mindegy, és akkor keresgetjük az akkordokat, add ide gitárt, nekem adom, én adom, én találtam meg azt hangot, jó, oké, megvan. És volt olyan időszak, hogy hát nem, kész. Andis felhúzta magát, kiment a szobába, egyszer csak jön vissza, 2 pohár viszkivel, na anya, próbáljunk. És az onnantól szokássá vált. Hogyha most már, ha nem sikerüles, vagy ha sikeres a próba, akkor is, na akkor Andis, próbáljunk. Hát ezt így jobban kell. Megy. És ez szerinted a más típusú zenésszel, tehát nem azt mondom, hogy ismeretlened, vagy fontos az, hogy így családtag, tehát hogy ő a fiad. Elvileg nem, tehát nem kötöm ezt így. Most nálunk adott, hogy Andris azért valamilyen szinten tud muzsikálni. Sajnos ritkán csinálja. Meg ez ilyen csak súgva mondom, hogy hát én nem tudom, hogy meddig fogja az anyukáját elkísérgetni. Pedig én azt szerettem volna nektek mondani, meg így biztatni a televízió nézőket is, hogy... mintha ebben több lenne, mint egy könyvbemutató, hogy így annyira jó élmény egy ilyen esten részt venni, hogy most nem azt mondom, hogy könyvtől függetlenül, de hogy egy ilyen zenés irodalmi estet, amit ketten csináltak. Én nekem nagyon szerintem egyetlen egy válaszom van, egyetlen egy szó, hogy nem egy szó, egy ilyen kis rövid mondat. Legyek ösztönös, és legyek igaz, hogy ne akarjak más mutatni, mint ami vagyok. Legyek természetes, és én úgy gondolom, hogy abból csak jó dolgok születnek, hogyha az ember őszinte, hogy őszinte legyen. És nem kell tagadni a rossz dolgokat, nagyon felerősíteni a jó dolgokat olyan vegyesen, hát hiszen a kövek is és a virágok is egyszerre érintenek bennünket minden oldalról. Igen, hát ez nagyon szép végszó is, úgyhogy azt kívánom a kedves televízió nézőknek is, hogy tartsanak nagyon sok ilyen szép verses könyvet a polcon, a közelükben, és lapozgassák. És hogy visszatérve, hogy most a könyv utóélete, hogy lehet valamit elárulni, hogy azt tudjuk, hogy itt a művelődési központban, meg a könyvtárban, aki szeretné megismerni ezeket az írásokat, lehet, de hogy kereskedelmi forgalomban ez van. Ez nálam megvásárolható a könyv, igen. Tehát lehet nekem szólni, írni Facebookon, ha valaki szeretne belőle vásárolni. És fogok menni több helyre is könyvbemutatóra, ugyanígy viszem a műsort, hogy egy hasonló élményt adjunk mind itt Zalalövön, és ezeken a bemutatókon majd lehet vásárolni a könyvből. Hát köszönjük szépen, Kati, a beszélgetést, és további sok sikert kívánunk neked. Én is köszönöm szépen, és ígérem, hogy jövő héten visszamegyek a másik oldalra. Köszönöm. De jó most a semmi létben. Mesés, lebegés, csendnek adás, valamire várakozás. Talpam sós vízbe mártam, gondolatom feledésbe.
és csak vagyok a határon. Te világod, én világom. De jó most a parton ülni, hozzád még egy szót sem szól. Úgy sem látnád, nem hallanád, lábad a kis sós víz mossa, különt merülünk magunkba. De jó most a parton ülni, hátradőlni, csak úgy lenni, madárkáim etergetni, látóhatár átölelni, lelkem apró szegletében, szépen csengő csengekűre, csak is értünk. Csak távolra vágyom.
néhány kiragadt, túlcsordult fényen, színeket ontott a járdat elé. Esőcsepp koppan, már fázott, ott állsz a járdán, sötét kabátban, te is csak vársz, meg se mozdul. Eljön a sár, az utca zajában, majd eljön és táncol, ami elmúl. Valami játszott, de fásult, leráncolt, mert jó volt, csak távolra vágyott, de téged, mert elszállt az áron. Majd eljött és táncolt, ami elmúlt, valami játszott.